azt mondod, hogy mindenható Isten szavai maga Isten hangja. Én nem hiszem. Szerintem ez a Szentlélek megvilágosítása. Ha mindenható Isten tényleg a visszatért Úr Jézus, akkor már elragadtattunk volna. De nem láttunk senkit elragadtatni. Mindenható Isten szavai az igazság, és valóban gyakorlatiak, valóban értékesek. Értékes. Pontos. De tényleg mindenható Isten az Úr megjelenése és munkája? Tényleg. Nem értem ezt. Mit nem értesz ezen? Nem hiszem, hogy mindenható Isten az Úr megjelenése. Ha mindenható Isten lenne a visszatért Úr Jézus, minket ragadna el először? Igen. Évek óta hiszünk az Úrban, és hogy fogadjuk a visszatérését, éjjel-nappal imádkozunk. Keményen dolgozunk érte, és sokat szenvedtünk. Ha mindenható Isten az Úr megjelenése és munkája, miért nem minket ragad el először? Miért a keleti villámlás embereit? Ez nem igazság. Így van. Ha az Úr visszatért volna, minket ragadott volna el először, így igazságos. Különben nem tudjuk elfogadni a keleti villámlás útját. Testvérek, azt mondjátok, ha az Úr visszatért, titeket kellett volna elragadjon először. Ez Isten kinyilatkoztatása? Van ennek bibliai alapja? Olyan sokan hisznek az Úrban. Miért titeket ragadna el először? Ti vagytok Péter? Nem arrogáns ilyet állítani? A példabeszédek könyve azt mondja, a bukást felfuvalkodottság előzi meg. Az Úr Jézus mondta, de sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. Ámen. Eddig nem értettem ezeket a szavakat. De most már látom, milyen gyakorlatiak, és hogy beteljesedtek. Akik először figyelnek az Úr hangjára, és fogadják el a megjelenését és a munkáját, azok a bölcs szüzek, és ők ragadtatnak el először. Igen. Akik nem figyelnek az Úr hangjára, csak a felhőket bámulják az égen, azok a balga szüzek. Így van. Így van. Pontosan. Mindegy, mióta hisznek Istenben a bölcs szüzek. Mivel ők fogadják először az Urat, őket ragadja el először. Igen. A balga szüzek nem figyelnek az Úr hangjára. Így mindegy, mióta hisznek az Úrban, vagy mennyit szenvedtek, amikor eljön az Úr, őket félredobja. Így van. Az Úr kijelentései leplezik le leginkább az embereket. Az alapján ragadtatunk el, hogy figyelünk-e az Úr hangjára. Csak ez igazságos és észszerű. Így igaz. Igen. Jól mondja. Jól beszél, igen. Igen. Ha halljátok, hogy mindenható Isten szavai Isten hangja, de makacsul elutasítjátok őt, sőt, még panaszkodtok is Isten igazságtalanságára. Vajon nem lázadtok fel az Úr ellen, és álltok neki ellen? De igen. De. Igen, jól mondja. Isten minden tette igazságos és észszerű. Hiába való ezt elutasítani. Az Úr azért jött, hogy szóljon. A keleti villámlás emberei kutatják az igazságot, és elfogadják az Úr munkáját. Tehát őket ragadják el először. Csak az a bölcs, aki figyel Isten hangjára. Ez beteljesíti az Úr Jézus szavait. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Ámen. Csak az Úr szavai az igazság, és leplezik le az embereket. Ez így van. Igen. Eljött az ideje, hogy kiderüljön, kik a bölcs szüzek, és kik a balga szüzek. Az, hogy felemelkedünk-e Isten elé, attól függ, hogy állunk Isten megjelenéséhez és munkájához. Igen. Ez tényleg így van. Frissen pácolt tofu! Tofu eladó! Vegyék a tofut! Elnézést, uram! Kölcsön kérhetek egy pumpát? Persze. Ma sokan jönnek az összejövetelre. A KKP mindenhonnan figyel. Nem lanyolhat az éberségünk. Értem. Kész is. Köszönöm, uram. Szívesen. Ma bejártam a környéket, de nem láttam mozgolódást. Igen, erre én sem. Valami történt? Mi történt? Wangxi a házát figyeltem. Mindenkit lefotóztam. Van, akit még sosem láttam. Én se láttam még őket. Úgy tűnik, ő a vezetőjük. Igen. Tényleg? Igen. Ugye?
Igen, biztos vagyok benne, hogy összejövetel tartanak. Ha mindet letartóztatjuk, nagy jutalom üti a markunkat. Akkor mire várunk? Lássunk hozzá! Rendben. Hála Istennek! Ez a közösség Isten szavairól segít jobban megérteni a dolgokat. Az igazság világosabbá válik a vita által. Hála Istennek! Mindenható Isten szavainak olvasása segít meglátni, hogy azok az igazság Isten hangja. Ez nem egyszerű dolog. Ez bizonyítja az Úr Jézus szavait. Az én juhaim hallgatnak a hangomra. Ámen. Hála az Úrnak! Akik figyelnek az Úr hangjára és elfogadják az Úr megjelenését és munkáját, kincsek, akikért az Úr eljött, hogy magával vigye. Ők ragadtatnak el először. Ez hála Isten kegyelme. Hála Istennek! Ha hiszünk az Úrban, de nem halljuk meg a hangját, vagy nem fogadjuk a megjelenését, mindegy hány éve hiszünk, mennyit munkálkodtunk, mennyit szenvedtünk, vagy milyen jól magyarázzuk a Bibliát, ez mind haszontalan. Továbbra sem ragadtatunk el a mennyek országába. Úgy tűnik, nagyon fontos meghallani az Úr hangját. Valóban az. Gondoljatok csak a zsidó főpapokra, írástudókra és farizeusokra. Nemzedékeken át hittek Istenben, és bizonyára sokan fáradoztak az Úrért. De amikor az Úr Jézus megjelent és munkálkodott, nem csak nem ismerték fel Isten hangját, és hogy az Úr Jézus szavai az igazság, hanem még azt is mondták, hogy az Úr Jézus az ördögök fejedelmével űzi ki a démonokat. Szerintetek ez milyen probléma volt? Ezen érdemes elgondolkodni. Így van. Jámbornak tűnt a hitük Istenben, és fáradoztak az Úrért. De amikor az Úr eljött, nem ismerték fel őt. Sőt, ellenálltak neki, elítélték és káromolták őt. Hogy ne átkozná és büntetné meg Isten az ilyen embereket? Persze, megbüntetni. Ez igaz. Hogy ne büntetné meg? Az Úr munkája az utolsó napokban az, hogy minden embert leleplezzen. Hogy elválassza a búzát a konkolytól, a jó szolgát a gonosztól, a bölcs szüzeket a balga szüzektől. Mindenkit a saját típusa szerint. Végül mindenki megkapja a büntetését a szerint, amit tett. A bölcs szüzek figyelnek az Úr hangjára, elfogadják az Urat és engedelmeskednek neki. Igen. A balga szüzek akkor sem értik meg, vagy ismerik fel az Úr hangját, ha hallják azt. És a farizeusok útját követik, ellenállnak az Úrnak és elítélik őt. Ez igaz. Őket leplezi le és távolítja el. Mindenki érti, amit mondok? Persze. Igen. Csak a bölcs szüzek figyelnek Isten hangjára, és csak ők tudják fogadni az Urat. Még mindig vannak testvérek, akik nem tudták megállapítani, hogy mindenható Isten szava Isten hangja. Ez milyen probléma? Csak akkor ismerjük fel Isten hangját, ha a szívünkben meg vagyunk róla győződve, hogy mindenható Isten szava az igazság. Az Úr Jézus mondta, az én juhaim hallgatnak a hangomra. Mire vonatkozik az ő hangja? Mire? Mire? Az ő hangja nem a hangzásra utal, hanem Isten kijelentéseire, az igazságra, amit kimond. Ó, oh. Aha, most már értem. Mi a legnagyobb különbség Isten hangja és az ember hangja között? Isten hangja az, ami az ő saját szájából szól. Ez a teljes igazság, hatalommal és erővel teli. Érezzük ezt, amikor halljuk. Akár meg tudjuk magyarázni, akár nem, ez az érzés helyes. Valóban. Valóban. Érezzük, hogy Isten szavai mélyek, és az ember nem tudja kifürkészni. Amikor Isten szavát halljuk, meggyőződés támad bennünk, hogy ez Isten hangja. Igen, ez valóban ilyen érzés. Amikor azonban az emberek szavait halljuk, azok csak érthetőek. Bár a Szentlélek megvilágosító erejéből származó szavak hasznosak és előnyösek számunkra, nincs bennük sem hatalom, sem erő. Így van. Olyanok, mint az apostolok szavai a Bibliában. Megállapíthatjuk, hogy az ember szavai azt tükrözik, ahogy ő értelmezi Isten szavait. A legtöbb a Szentlélek megvilágosító erejéből származik, de teljesen különböznek az Úr Jézus szavaitól. Ez tény. E közösség segítségével megértettem. Most már felismerem, majd Isten hála Istennek. Hála Istennek. Én. Olvassunk még pár passzust mindenható Isten szavából. Lássuk, hogy mindenható Isten szava valóban az igazsága, Isten hangja és kifejeződése. Nagyszerű.
Dicsőségemet Izraelnek adtam, majd elvettem, és ezzel az izraelitákat keletre vittem, és az egész emberiséget is keletre vittem. Mindannyiukat a világossághoz vezettem, hogy újra egyesüljenek vele, és társuljanak vele, s ne kelljen többé keresniük. Megengedem, hogy mindazok, akik keresik, újra meglássák a fényt és a dicsőségemet, ami Izraelben volt. Megengedem, hogy lássák, hogy már régen leszálltam egy fehér felhőn az emberek közé. Megengedem, hogy lássák a számtalan fehér felhőt és gyümölcsöket bőséges fürtökben, és ami még ennél is több, megengedem, hogy lássák Jahvét, Izrael istenét. Megengedem, hogy meglássák a zsidók mesterét, a vágyott messiást, és teljes külsőmet, akit királyok üldöztek az idők folyamán. Az egész világegyetemben fogok munkálkodni, és nagyszerű munkát fogok végezni, kinyilatkoztatva minden dicsőségemet és minden tettemet az embereknek az utolsó napokban. Megmutatom dicsőséges arcomat a maga teljességében azoknak, akik sok éven át vártak rám, azoknak, akik vágytak rá, hogy fehér felhőn eljöjjek, Izraelnek, mely vágyott rá, hogy ismét megjelenjek, és az egész emberiségnek, mely üldöz engem, hogy mindenki megtudja, hogy dicsőségemet már régen elvittem keletre, és már nem Júdeában van. Mert az utolsó napok már eljöttek. Ez tényleg Isten hangja. Isten beszél hozzánk, nem igaz? Az egész világegyetemben végzem a munkámat, és keleten végtelenül dübörgő robajok hallatszanak, megrázva minden nemzetet és felekezetet. Az én hangom az, amely minden embert a jelenbe vezetett. Minden embert meghódítok a hangom által, hogy belezuhanjon ebbe az áramlatba, és megadja magát nekem, mert már régen visszavettem dicsőségemet az egész földről, és újból kibocsátottam azt keleten. Ki ne vágyna arra, hogy láthassa dicsőségemet? Ki ne várná türelmetlenül visszatérésemet? Ki ne szomjazna újbóli megjelenésemre? Ki ne sóvárogna szeretetre méltóságom után? Ki ne jönne a fényre? Ki ne tekintené meg Kánaán gazdagságát? Ki ne vágyakozna a megváltó visszatérésére? Ki ne imádná őt, aki nagy hatalommal bír? A szavam elterjed majd az egész földön. Szembenézek majd választott népemmel, és több szót szólok majd nekik, mint egy hatalmas mennydörgés, amely megrázza a hegyeket és a folyókat. Az egész világegyetemnek és az emberiségnek mondom majd a szavaimat. Ezért a számban lévő szavak az emberek kincsévé váltak, és minden ember dédelgeti szavaimat. A villámok kelettől egészen nyugatig villámlanak. Szavaim olyanok, hogy az ember nem szívesen mond le róluk, ugyanakkor kifürkészhetetlennek találja őket, és annál inkább örvendezik nekik. Mint egy újszülött csecsemő, minden ember örül és boldog, ünnepli az én eljövetelemet. Hangom által minden embert magam elé hozok. Ezentúl belépek az emberi fajba, hogy eljöjjenek engem imádni. Az általam sugárzott dicsőséggel és a számban lévő szavakkal elérem, hogy minden ember elém járuljon, és lássa, hogy a villámok keletről villámlanak, és hogy én is leszálltam a keleti olajfák hegyére. Látni fogják, hogy már régóta a földön vagyok, de már nem a zsidók fiaként, hanem a kelet villámaként. Mert én már régen feltámadtam, és eltávoztam az emberek közül, majd dicsőséggel újra megjelentem közöttük. Én vagyok az, akit megannyi korszakkal ezelőtt imádtak, és én vagyok az izraeliták által számtalan korszakkal ezelőtt elhagyott csecsemő is. Mi több,
Én vagyok a jelenkor dicsőséggel teljes mindenható istene. Járuljon mindenki trónom elé, és lássa dicsőséges arcomat, hallja a hangomat, és tekintse meg tetteimet. Ez az én akaratom teljessége. Ez a tervem vége és csúcspontja, valamint irányításom célja, hogy minden nemzet imádjon engem, minden nyelv ismerjen el engem, minden ember vesse belém hitét, és minden nép engedelmeskedjék nekem. Ámen! Csodálatos! Mindenható Isten szavai olyan felkavaróak. Azok! Úgy érzem, Isten beszél hozzánk a harmadik égből. Igen. Igen. Mindenható Isten szavai annyira erőteljesek. Egyértelmű, hogy ez Isten hangja. Én is így látom. A Szent Lélek szól rajtuk keresztül minden gyülekezethez. Ez Isten hangja. Ámen. Mindenható Isten szavai olyan hatalommal bírnak, olyan erőteljesek, teljesen mások, mint az emberek szavai. Ez Isten hangja. Igen, ez kétségtelen. Isten szavait a Szent Lélek megvilágosításának hittem. Olyan vak voltam, hogy nem ismertem fel Istent. Én is így gondoltam. Végre megértettem, hála Istennek.